Szeretettel köszöntöm Önt az Árnyék Liliumok a hosztáknak a alkategóriájában. Ebbe a kategóriába gyűjtöttem össze az összes hosztát, az összes Árnyék Liliumot. Azt gondolom, az Árnyék Liliumot ugye mindenki ismeri, talán szerintem ez a halványzöld, fehér színű, vagy a sima zöld levelű a legismertebb, hogy a szocializmusnak a kertjében is ugye mindenhol ott volt. Ugye hát azóta sok minden változott, és rengeteg féle fajta van, ugye többnyire a levelekben, meg a virágokban változnak, vagy váltakoznak a hosztáknak a megjelenése, ugye vannak a tarkább, a fehérebb, a kékebb, zöldebb, ugye nagyon sokféle fajta van. Itt a webáruházomban mindig igyekszem kínálni minél többféle hosztát. Többször inkább ilyen tízes cserepekben volt, aztán igazából az utóbbi időben ez a 2-3-4 literes, de inkább jellemzően 3 literes, 2-3 literes cserépméretben szoktam őket forgalmazni. Itt van például az Enterprise fajtak, és hát kérem szépen, ez így néz ki, ekkora cserében van. Általában az ennél nagyobb példányokat szoktam kiszállítani, ez egy pár hónappal ezelőtt lett még csak konténerezve. Hogyha most ezt a Jurassic Parkot megnézik, akkor itt ugye meg már lehet látni, hogy ezek mennyire szép nagy példányok. Vagy például itt van Standard Glass például, vagy White Fader, vagy rengetegféle fajta van itt, amit gyakorlatilag kínálok. Ami a nagyon fontos, ugye a hosztákat azért nagyon szeretem egyébként, mert Magyarországon tökéletesen lehet vele takarni a talajt, árnyékban is. Na most arra azt a hibát elkövessük, hogy ültetünk egy fiatal fát, tudjuk, hogy majd árnyékot fog adni 10 év múlva, és már most árnyéktűrő növényt, vagy árnyékkedvő növényt ültetünk alá, mert ott még ugye oda fog tűzni a nap. Viszont, hogyha valóban valahol árnyék van, akkor mondjuk hosztával így beültetjük, és nyilván itt ez egy összerakott állomány, de valahogy ugye nagyjából ugye így néz ki, amikor ki van ültetve, tehát mondjuk négyzetméterenként 2-3 tövet kiültetünk, tökéletesen zárja a talajt, ugye fantasztikus, szép leveleivel, alatta ugye szépen jár a levegő, de mégis megóvja a talajt a kiszáradástól, a napsugárzás káros hatásaitól, és ami a lényeg, hogy amiután a lombhullató fájnak októberben jön az első hideg, az első fagy, elkezdenek hullani a levelei, akkor általában az, aki fenyőkérget használ, vagy mondjuk kotoneasztert, vagy madárbirset, szóval valami téleni zöldellő talajtakarót, vagy mondjuk követ a talajtakarásnak, hát annak a pokolnapjai köszöntenek be, ugye, és azok közül ki kell szedegetni aztán a lehulló leveleket. De, aki hosztát használ, mint például vélhetően Ön, hogyha ebben az alkategóriában keresgél, Önnek nem kell, ugyanis amikor elkezdenek peregni a levelek a fáról, akkor ugyanúgy aznap hajnalban hozták szépen így fehérre, aranysárgára fagynak, látszik rajtuk, hogy megfagytak, és gyakorlatilag visszahúzódik a földbe. A hosztákat le lehet utána vágni gyönyörűen egy pár nap, egy-két héten belül, és a lombjukkal, az elfagyott lombjukkal együtt, és a rengeteg levéllel együtt ki lehet takarítani. Tehát télen ott marad a csupasz talaj, amiről lehúztuk az avart, vagy akár ott is hagyhatjuk télen, hogyha mondjuk vannak benne hagymások, mert mondjuk akár a hozták közé be lehet tenni mondjuk tavaszi hagymásokat is, hiszen mire azok ugye elvirágoznak áprilisra, akkor még a hozták csak elkezdenek hajtani, tehát pont tökéletesen lehet velük váltani, és ugye akkor a tavaszi hagymások, amelyeknek fény kell, ugye szintén van fény, hiszen akkor még nincsen lomba fákon. Nem tudom, hogy tudnak-e követni, de hogy így érdemes ezeket így végig gondolni, hogy tavaszi hagymásokkal és hoztákkal bolondított talajfelszínt kialakítunk, az mennyire praktikus tud lenni. Szóval a lényeg az, hogy amikor a lomb elkezd hullni a fáról, akkor gyakorlatilag a hozták is visszahúzódnak, és gyönyörűen karba lehet tartani alattuk a talajt, egyébként pedig mind a virágjukkal, de ugye döntően a levélszínükkel, formájukkal gyönyörűen takarják a talajt. Utolsó tanács, itt ugye azért szépek ezek a hozták ebben a faiskolában, mert egy nagy foltot látunk. Na már most itt azt kell tudni, hogy nagyon sokan így beültetnek mindenféle hoztákat. Az alapelv az, hogy másfél négyzetméteren maximum egyféle hozta legyen, azt tudom javasolni, és akkor egy nagyon szép nagy formákat, felületeket lehet vele kialakítani. Úgyhogy hát érdemes körbenézni, az összes kertészetemben forgalmazott hozta tökéletesen megállja a helyét Magyarországon, egyszer kell leültetni, és utána évekre, de inkább évtizedekre biztosítja a talajnak a színes takarását.